Na, sziasztok! Hát megtörtént az első idézőjeles baleset. Sötétben a munkahelyemről jöttem haza, és hát többet néztem hátra, mint előre. És találkoztam egy kátyúval. Sajnos a gumim az ilyen köppenytörés szenvedett. Defektet nem kaptam, hál' Istennek a felni sem sérült. Viszont a gumi köpenyben lévő, ugye ez a acéldrót, ez bizony maradandó alakváltozás szenvedett, ezért most úgy lehet vele menni, hogy ugye pont a hátsó hajtott kerék, hogy állandóan egy ilyen rugózó mozgást végzek a rolin, ami annyira engem mondjuk nem zavarna, viszont ez a csapágyazásnak semmiféleképpen sem tesz jót, úgyhogy hát 3990 forintért rendeltem egy külső gumit, úgyhogy ezt fogom most ebben a videóban kicserélni, és megnézzük együtt, hogy mennyire nehéz egy ilyen elektromos rolinak lecserélni a külső gumiját. A hátsó hajtott kerékről van szó, úgyhogy majd le kell szedni a kereket, és valahogy le kell szedni majd ezt a gumiköppenyt is. Kicsit tartok tőle, mert ugye minél kisebb ez a kerék, annál nehezebben jöhet esetleg le, mert nagyon ráfeszül, de majd valahogy megoldjuk. Na nézzük, hogy jön szét ez az egész. Első körben az lesz, hogy én leengedem a gumit. Már előzőleg fölraktam egy ilyen bakra ezt a rollert. És úgy számolom, hogy ha leengedem a gumit, akkor pont olyan magasan lesz, hogy közben utána el tudom forgatni a kereket. Egy imbusz kulcssal nyomtam be a szelepet. Jó, kinyomom, amennyire tudom. Ennyi. És hát amit első körben kitaláltam, de, látjátok így, hát nagyjából el tudom forgatni. Mégse lóg annyira. Majd lehet, hogy még alá fogok tenni valamit, de ez majd kiderül. Szerintem nem fog kelleni. Ígyni. Az is lehet, hogy el kell majd dönteni a rolit. Ez majd kiderül. Na, ugye itt van egy csavar, meg a másik oldalon is, úgyhogy ezeket föllazítom. Ugye itt is van, meg itt is van. Közben aztán mégis úgy döntöttem, hogy így elfektetem, és akkor még addig fogom leszedni a peremről a külsőt, amíg így fixen rajta van, mert utána már lehet, hogy nehezebb lenne. Ilyen kerékpáros, speciális műanyag gumiabroncs leszedőm nincsen, de helyette hoztam otthonról egy, nem is egy, hanem kettő villát, és akkor majd annak a, nem a hegyes, hanem a másik oldalával megpróbálom leszedni. Még lehet, hogy ki kéne engedni jobban a levegőt. Kinyomom, ahogy tudom. Tudok többet. Aztán alá nyúlok. Aztán belsőt egyébként vettem már akkor, amikor megvettem a rolit, mert személyesen voltam ott vásárolni. És mindig azt hittem, hogy én majd inkább fogok. Hopp, ez egyszerű volt. Hopp, csak most vissza is ment. Frankó. Igyekszem a felnit nem összeütni. Vagy leütni. Ennyi. Nem olyan bonyolult ez. Na, akkor ez megvan. Szerintem a nehezén túl vagyunk. Szépen lejött. Szerintem a felnit sem karcoltam meg, úgyhogy
leszedjük a húha. Na, hát ez rendesen le volt húzva. Kiszedni majd biztos, hogy nem fogom tudni, hiszen a másik felén van az agymotornak a betápja. Ja, a csillag nem is lesz jó már, hogy... Na, a másik felé a csillagvillás kulcs nem is jó, mert ugye ott a villanymotor kábeltől nem tudtam volna rátenni. Így. Igazából csak addig kéne kicsavarnom, amíg itt ez a alátét ki nem jön. És akkor elméletben ezt így hátra ki lehet húzni. Össze a... Ígyni. Úgyhogy innen majd le kell húzni. Na. Itt van egy gyors kötözővel, még ide van a motor kábele rakva. Azt én elcsípem. És akkor több helyünk marad így mozogni. Így. Ennek nem szabad, hogy megsérüljön. Aztán mutatok még valamit. Megfordult a fejembe az is, hogy leveszem itt ezt a sárvédőt. És akkor úgy jobban hozzáférek esetleg, vagy többet látunk. De közben ugye van fölülcsavar, meg itt. És ezt ehhez addig nem fértem hozzá, hogy amíg a kereket ki nem szedtem. Itt viszont tök ki vannak csavarozva, vagy ki vannak lazulva a csavarok. Hát nem tudom, hogy ez így a nálam lévő egy hónap során lazult-e fel, vagy már eleve ilyen volt, de most meghúztam. Na hát ezt meg most valahogy le kell szedni, szerintem előbb kiszedem belőle a belsőt. Na, azt mondjuk nem egyszerű, mert azt lehet, hogy azt is addig kellett volna, amíg fent volt az egész, amit ki kell szedni a... Jaj. Ki kell szedni a felnéből a szelepet. Jaj. Oda csipi az ujjam. De meg lesz. Ennyi. Na. Ennyi benne a belső. Hát, ilyen. Hoppá. Így, és akkor elvileg most csak ezt simán le tudom a felnéről húzni. Kész. Lejött. Félre dobjuk. Hát és tulajdonképpen ez a motor, rajta van a tárcsa. És ennyi. Tényleg az a jó, hogy a felni nem sérült meg, mert azért ha úgy kaptam volna, hogy megsérül itt a felni, ugye a motorral együtt, az azért gáz, de hál' Istennek. Én nekem három bárra föl van fújva mindig a gumi, ugye a forgalmazó is ezen a nyomáson írja a maximálisan megtehető hatótávot, úgyhogy én hetente egyszer így a garázsba rámérek, aztán hogyha úgy van, akkor fújok bele,
Úgyhogy hála Isten, amiért ilyen kemény volt a gumi, végül is csak az sérült, nem pedig a motor, úgyhogy szerintem erre azért érdemes odafigyelni, hogy ez mindig úgy meglegyen. És akkor itt van az új gumi, fontos ugye a menetirány, ez itt jelölve van, úgyhogy nem mindegy, hogy így rakjuk fel, vagy így, ugye a mintázat miatt ez számít, hát ugye nekünk majd így kerül fel, arra mutat a nyíl, hogy valahogy majd így kell felpattintani, és akkor megnézzük, hogy ezt most hogy csináljam. De csak erről a feléről tudom, mert hogy nem mondom, hogy egyszerű, kell hozzá egy kis erő. Hát, ha lenne egy kis szilikon, talán könnyebben menne, de majd így is fog. Húha, lehet, hogy mégse. Hopp, ez meg is van. Na, nem is erő kell hozzá, hanem kell egyet kicsit csavarni rajta, és akkor jó lesz. És vissza kell gyömöszkélni a belsőt. Na, közben én annyit csináltam, hogy kitekertem a szelepet rendesen, és akkor hát a maradék levegőt is kinyomtam belőle, hogy könnyebb legyen a dolog. Hát azért van benne, van vele macera. Mondjuk talán így. És akkor körbe berakjuk a belsőt. Hát először csak így az abroncsba akarom, aztán majd remélem nem az lesz, hogy 3 nap múlva megkapok egy defektet, mert azért macera, még nem csináltam egyébként, valószínűleg a következő már rutinosabban fog menni, de ez most ilyen. És a videó lényege amúgy is az, hogy tök laikusként mennyire lehet ezt otthon elvégezni, ezt a munkát. Mert véleményem szerint egy defekt miatt így visszaküldeni így a forgalmazóhoz, az úgy elég hülyeség, vagy hát nem is azt mondom, hogy hülyeség, gazdaságtalannak érzem. Na, és akkor most. Hopp. Ez nem lesz egyszerű, az biztos. Hoppá, és kész. Na, felrakni azért sokkal könnyebb volt, mint leszedni. Elvileg most már vissza kell csak csavarozni, de én előtte fölfújom, hogy tuti a helyén legyen a belső. Hopp. Na, jó, itt lehet tekerni, és akkor a szelep kiáll úgy, hogy jó legyen. Na, hozom a kompresszort, aztán fújok bele egy keveset, ott viszont mindegy, hagyom a videót, hang biztos nem lesz, mert nagyon hangos. Meg van lapolva egyébként a tengely, nem mindegy, hogy rakjuk ugye ide bele. Hát itt majd alátéteket is be kell játszani, mert van egy alátét, ami belülre kerül, van egy alátét ugye, ami kívülre, és hát a féktárcsának is a pofák közé kell kerülni. Ha minden jó lenne, csak a lapolás nincs még meg. Na, helyén van. Helyére rakjuk itt ezt az alá, biztonsági alátétet.
Nagyjából csak érintőre lehúzom. Na, alul is ugyanígy. És akkor érdekes, hogy ott szorul. Na, tök jó forog, nem ér hozzá a tárcsa se így a betétebbhez. Úgy néz ki, hogy jó lesz. Ja, kész. És tulajdonképpen ezzel kész is vagyunk. Na, és mutatom itt a felnét, ugye ezen a felén szedtem szét a villával is. Tényleg annyira óvatosan, hogy ez az alumínium felnének a széle, ahogy látszik, egyáltalán nem sérült meg. És ami még hátra van, ugye, hogy gyors kötözővel nekem is valahova ide alulra majd ehhez a hátsó villához még vissza kell rakni a vezetéket, amik táplálja a villanymotort. Hát momentán a garázsban nincs nekem fekete színű gyors kötöző, úgyhogy most így hirtelen fehérrel lesz, aztán majd szerintem otthon a lakásban van, majd átkötöm. Nagyon nem is fektetek bele túl nagy energiát, csak tényleg annyit, hogy akkor ez a mozzanat is meglegyen. Nagyon le se húzom, mert úgyis át fogom rakni majd feketével. Na, és akkor innen már tényleg csak az van hátra, hogy felfújom arra a három bárra, aztán mehet tovább a rolizás. Holnap szerintem már ezzel megyek munkába. Nos, ahogy láthattátok, nem egy olyan nagy dolog kicserélni egy ilyen rollernek a külsőjét, illetve hát, hogyha defektet kaptok, akkor esetleg a belsőt javítani, vagy azt is kicserélni. Nem kell ezért mondjuk visszaküldeni, vagy elküldeni egy szervízbe, vagy elvinni egy szervízbe. Otthon is meg tudjátok csinálni. Higgyétek el, nem nehéz. Még úgy se, hogy néha fogtam a kamerát, általában előtte voltak ilyen kis lámpák, hogy azért lássunk is valamit a képen, mert elég sötét van legalábbis a kamerának itt a garázsban. Úgyhogy néha az is útba volt, de mégis, ahogy a videón is látszik, így itthon mindenféle célszerszám nélkül meg lehet oldani ezt a kerékcserét. Na, remélem tudtam segíteni esetleg azoknak, akik mondjuk nem mernek belevágni, úgyhogy ha baj van, nyugodtan otthon is. Nem muszáj hozzá garázs, meg lehet csinálni ezt a konyhába is. Csak a feleség járuljon hozzá. Na, sziasztok! Hoppá, vissza az egész. Hogyha valaki elég szemfüles volt, akkor az észrevette, hogy itt a tengelyt azt fordítva raktam be, mikor szereltem vissza a kereket. Ez azt kell érteni, hogy ahol itt megy be a tápkábel, ugye a tengely közepébe, ott van egy bevágás, és ennek a bevágásnak előre fele kell állni, mert akkor lehet itt szépen a lengővilla alatt elvezetni a kábelt. Én meg úgy raktam vissza, hogy hátra fele állt, ezért is volt az, hogy egy kicsit így kifelé állt az egész kábel. És ugye ennek az a veszélye, hogy ha eldől a roller, vagy valaminek nekitámasztjuk, akkor mindjárt a legkülső pont az ugye a tápkábel, az elektromos kábel volt, és hogyha ez mondjuk megsérül, elszakad, hamar kikopik, akkor akár zárlatot is tudunk vele okozni, úgyhogy ez semmiféleképpen nem jó. Úgyhogy erre majd összeszerelésnél mindig vigyázzatok, hogy itt a tengelyen ez a kis bevágás, ez mindig előre felé álljon, és akkor lehet szépen elvezetni majd itt a kábelt.